Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai adásunkban két fontos témakört fogunk megvitatni, beszélgetni róla. Vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, illetve a Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnöke. Szép jó estét. Ezzel el is mondtam, hogy az egyik témánk természetesen az a kormányhatározat, amely az elmúlt héten jelent meg a vidéki Magyarország megújításáról, amelyet Orbán Viktor kormányfő aláírásával olvashattunk, amely a hazai mezőgazdaság és az élelmiszeripar versenyképességének növelését szolgálja. A másik pedig a hazai állattenyésztés helyzete. Erről szintén az elmúlt héten volt önnek egy beszélgetése a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke Győrfi Balázs, és ön vitatta meg ezt egy podcast beszélgetésen. Nos, hát a kormányhatározatról először is hadd idézzem a miniszterelnök határozatát. A kormány a vidéki Magyarország megújítása, a vidék gazdasági és népesség megtartó erejének növelése, a magyar élelmiszer önrendelkezés és export potenciál erősítése, a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének fejlesztése és a gazdálkodók számára kiszámítható agrártámogatások érdekében három nagyon komoly döntést hozott, ami alapból meghatározza nem csak ezt az esztendőt, meg a következőt, hanem a következő 10-20-30 évet, ha úgy tetszik. Így igaz. Köszöntöm, jó estét. Tiszteletem mindenkinek. Így igaz, a jövőt határozza meg, és a közvetlen jelenünket, hiszen ez a támogatás, ez a 80%-os nemzeti támogatási szint a vidékfejlesztési programokba már a két átmeneti évben is, a KAP reform előtt, az új KAP bevezetése előtt meg fog történni. Tehát 2003. január 1-ével, amikor az új KAP reform bevezetésre kerül, előtte már a két átmeneti évben 80%-os nemzeti támogatásba fognak a EU támogatáson kívül, tehát az úgynevezett brüsszeli támogatásokon kívül a gazdák részesülni. Az utóbbi időszaknak a legnagyobb horderejű mezőgazdaságra vonatkozó gazdaságpolitikai döntése ez. Tudjuk jól, hogy az Agrárgazdasági Kamara is az eddig 17%-os nemzeti támogatási szintet mindig igyekezett, és jelezte a kormányzat felé, hogy szerencsés lenne ezt emelni, hiszen azok az országok, akik akár 40-60%-os támogatottsággal bírnak a nemzeti körből, azok előnyt élveznek nyilvánvaló az exportpiacokon. Tehát ez az alapja ennek a stratégiai tervnek? Ennek egyik alapja ez, nyilvánvaló az exportképesség növelése, a másik pedig, hogy hát ez a pandémiás helyzet, és ez a rendkívül válságos időszakban, ahogy szokták mondani a közgazdászok, mindig fejleszteni kell. Tehát van egy fejlesztési kényszer. A fejlesztési kényszerhez természetesen pénzre van szükség. A pénz ugye két forrásból van, állami támogatásból lehetséges, most ez brüsszeli és ugye nemzeti támogatásból, banki finanszírozásból, vagy saját erőből. De amikor a horeca szektornak a beszűkülése sújtja az egész magyar mezőgazdaságot, akkor azért nehezen lehet elképzelni, hogy ott tornyosulnak abba a bizonyos szekrénybe a pénzkötegek, most idézőjelbe, vagy a bankba a legkülönfélébb számlákon. Tehát rendkívül nagy szüksége van a magyar gazdának erre a segítségre, hogy amikor vége van ennek a pandémiás helyzetnek, ennek a közgazdasági szűkült résznek és a szűkült gazdasági lehetőségeknek, akkor megújult erővel, új beruházásokkal, innovatív megoldásokkal tudjanak a hazai piacokon is és az exportpiacokon is szerepelni. Épp ezért ebbe az anyagban benne van, hogy a vidékfejlesztési támogatások, a brüsszeli vidékfejlesztési támogatások 25%-át átcsoportosítják a garanciális alapra, hogy a fix fizetések, tehát a kifizetések, azok stabilan megmaradjanak. Tehát mindazok a fix nem pályázható jövedelmek is kiszámíthatóak legyenek, évek hosszú sorára, tehát az új KAP 7 éves időszakában tudjanak a gazdák velük számolni,
és hát a vidékfejlesztési támogatások pedig ugye 80%-kal megemelkednek, hogy kicsit számháborúzzunk e tekintetben. Igen, mert hogy 2021-ben kezdődik, tehát az idei esztendőben 2027-ig, itt a stratégiai tervben szereplő összeg, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az pedig 23-tól 27-ig szól. Így igaz, és ez azért azt jelenti, hogy a összes brüsszeli 4 ezer milliárd forintnyi támogatás, egészen pontosan, 4,2, de most nem, az nagyon sok pénz, de nem akarok én most részletekbe bocsátkozni, nagyságrendökről beszélünk, ez mindegy 3500 milliárd forintnyi támogatással egészül ki ebbe az időszakba. Tehát bődületesen sok pénz, több mint 7000 milliárd forintról van szó, amiben soha nem volt ilyen lehetősége a magyar gazdának, a magyar mezőgazdaságnak. Épp ezért óriási a felelőssége nem csak a gazdáknak, hanem mindazok a szervezeteknek, ami természetesen kormányzati részről, akár a agrárgazdasági kamaráról, akár másról van szó, hogy ezeknek a pénzeknek a jó irányú, helyes felhasználására kell törekedni, ebbe kell a gazdát segíteni minden tekintetben, tájékoztatással, információkkal, hiszen ez alapján lehet majd olyan döntéseket hozniuk, ami alapján igenis meg tudják újítani a termelés szerkezetüket, meg tudják újítani a telepeiket, valóban európai színvonalú, technikai színvonalú állattenyésztést és növénytermesztést tudunk megvalósítani. Ez a legfontosabb feladatunk valamennyiünknek, akik valamilyen módon kapcsolódnak az agráriumhoz, a agráriumból, a földből élnek, és az elkövetkező időben ezt a pénzt, amit hát nagyon-nagyon örülünk neki, a legkiválóbb módon kell felhasználnunk, hogy a teljesítményünk növekedhessen, és a versenyképességünk, exportképességünk továbbra nőjön. Ez rendkívül felelősséget ró az érintettekre, ebbe benne van értelemszerűen a kormány, a pénzügyminiszter, a szaktárca vezetője, tehát a mezőgazdasági miniszter, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a MAGOSZ, mindenki. De leginkább az egyén. Tehát itt nem lehet már csak pusztán ötletelni, hanem olyan terveket kell létrehozni, amelyek megvalósíthatóak, amelyek mentén a magyar mezőgazdaság, ami egyébként is jó lábakon áll, maradjunk ennyiben, tovább fejlődhet. Hát ebből nagyon pontosan látunk két dolgot, és ezt mindenképpen meg kell osztani a tisztelt nézőkkel. Ugye volt ez a bizonyos 80 milliárdos pályázati lehetőség, amiből 50 az állattenyésztés volt, az volt a második, és 30 milliárd forintnyi volt a kertészeti lehetőség, amely önmagába is lényegesen több volt, mint az összes eddigi pályázati lehetőségek, már nagyságrendileg egy alkalomra. Több mint 300 millió, bocsánat, 83-300 milliárd forintnyi pályázati igény érkezett be. Tehát 80-23-300 milliárd fölötti. Tehát a beruházási készség a gazdák részéről, a megújulásnak a készsége láthatóan jelen van. És a kormányzat valamilyen módon ezt vette figyelembe, és ehhez nyújt megfelelő lehetőséget. Nagy valószínűség szerint lesznek olyan pályázatok, amik ezt a 300 milliárdnyi forintot, amit a gazdák igényeltek, meg fogják tudni pályázni, és meg tudják valósítani majd azokat a beruházásaikat, amelyek ugye a versenyképességet fogják növelni. Ez akár tenyésztés szervezés módon a útján, akár
a tenyészállat előállításába, akár a hagyományos növénytermesztésbe, kertészetbe, különféle hajtatóházak megújításába mindbe szerepet tud játszani. Ez a vidékfejlesztési program valóban, hogy a kérdés feltevésre válaszoljak, a jövőt alapozza meg. A jövőt, és segíti a jelent, hogy ne érezhesse a gazda azt a válságfolyamatot, amit hát akár tetszik, akár nem, a Covid elindított, és hát jelenleg is jó pár ágazatot lényegesen sújt. Ebből még egy részlet, hiszen itt hadd idézek ebből, hogy a 2021-22-es évben a mezőgazdasági termelők esetében az egységes területalapú támogatás kifizetése 150 ezer euró éves egységes területalapú támogatás felett 5%, 1200 hektárnak megfelelő összeg felett 100% támogatás csökkentése kerüljön végrehajtása. Ez is egy fontos lépés. Ez egy nagyon fontos döntés, de ez ismert a gazdák előtt, hiszen az elmúlt éveket gyakorlatilag e szerint éltük. Ez nagyjából teoretikusan azt jelenti, hogy maradnak azok a degressziós szintek, és területalapú korlátozások, amik eddig is megvoltak, tehát ez 1200 hektár, ha valaki utána számol, nagyjából e körüli támogatási szintről van szó. Tudjuk jól, hogy eddig is ezek a degressziók voltak érvényben, és hát mindenki tudomásul vette, tehát az átmeneti éveknek a területalapú támogatottsága lényegében nem fog változni. Ezt mondja ki. Ez egyébként valóban azt jelzi, hogy olyan életkörülmények alakíthatók ki a vidéken, nyilvánvaló, amelyek versenyezhetek, versenyképesek a várossal, tehát az otthonmaradást, a vidéken maradást és a fejlesztést segítik, úgyhogy ez mindenképpen üdvözlendő, mondom én. Ez teljesen üdvözlendő, hiszen van egy még távlatibb célkitűzése a kormányzatnak, amely szerint a vidéken való lakhatás, az ottani élet nem szabad, hogy lényegesen különbözzék majd a városi lehetőségektől. Hát értve a digitalizációt, a internet elérhetőségtől számtalan kényelmi eszközöket. És ezt igenis törekszik rá, hogy minél jobban szűkítse és megvalósítsa. És ebben a pillanatban azt kell mondanom, hogy egy vidéki Magyarország, amely valóban természet közelibb, mint egy városi falanszter. Hagy fogalmazzak így, mert én azért csak agráriumba tevékenykedő ember vagyok, és hagyd ne kedveljem a városi szürkességet és a betondzsungelt. Azért sokkal magasabb színvonalú, sokkal jobban ki tud az ember kapcsolódni, és ha vidéken is ezek a szolgáltatások, lehetőségek megvalósulnak, amit a kormányzat elképzelt, akkor bizony ez egy nagyon-nagyon jól élhető Magyarország, és egy nagyon jól élhető vidék lesz. Ez kulcsfontosságú döntés egyébként, és folytatjuk, de előtte hadd mondjam el, kedves nézőink önöknek is, hogy az egyik következő adásunkban Papp Gergellyel, a téma szakértőjével, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főigazgató helyettesével fogunk erről beszélni hosszasan, természetesen. Mi pedig folytatjuk, hiszen volt egy rendkívül érdekes podcast beszélgetés, ahogy a bevezetőmben már említettem, Györfi Balázs elnök úr és az ön részéről, a hazai állattenyésztés helyzetéről. És itt szó kell, hogy essék most már a koronavírus járványról, hiszen önök akkor úgy fogalmaztak, hogy a tenyésztés szuverenitása kulcsfontosságú. Ez független. Ez az alap. Ez teljesen az alap, ez az origó, ha úgy tetszik, hiszen az az ország, amelyik a saját tenyésztési lehetőségeitől megválik, és ezt nem tartja fontosnak, az kiteszi magát az összes külföldi tenyésztő szervezetek, ha nem is kénye kedvére, de nyilvánvaló attól nem tud majd elmozdulni. Én nem mondom azt, és hát a Magyar Állattenyésztők Szövetsége sem azt mondja ezzel, hogy nekünk kell
majd a világnak a sertésfajtáit és hibrideit előállítani. Nekünk jön majd a legkiválóbb tejelő teheneket és fajtákat, fajta szortimentet megvalósítani. De ami Magyarországon kialakítható, azt igenis meg kell tenni. Tehát vedd a hazait, védd a hazait. Vedd a hazait, védd a hazait. És vannak azok a regionálisan hagyományos jó fajtáink, amelyeket legalább a Kárpát-medencei gazdasági térbe el kell helyezni, hiszen az új Európa Uniós szabályozás lehetőséget ad arra, hogy különféle fajtáknak a tenyésztői, ezek az egyesületek határokon túl is kiterjeszthessék magukat. És bizony nem az lenne a szerencsés, hogyha bármelyik olyan hegyi tarka fajtát, aminek az egyik jeles képviselője a magyar tarka, mi más országból való tenyésztő szervezetek útján kaphatnánk meg. Ez egy nagyon egyszerű összetétel. A magyar tarkát is, szürkét is, hagyd ne soroljak még nagyon fontos fajtáinkat, meg kell őrizni, és ennek az előnyeit ki kell terjeszteni, ahogy mondtam, legalább a Kárpát-medencei gazdasági térre. De ha azt mondom, hogy azok a fajtáink, tejelő marhába a Holsten, amelyik már magyar röggyé vált bizonyos értelembe, és persze hát használunk Amerikától kezdve számtalan országból spermákat, de bizony a magyar bika nevelés és anyatehéntartás is rendkívül jó. Ha ezeket megőrizzük, és igenis adaptáljuk a hazai viszonyokra ezeket a nemzetközi nagy fajtákat is, figyelembe véve azokat a trendeket, amik természetesen a tejtermeléstől kezdve a beltartalmi értékig megvannak, akkor előre tudunk jutni. Sőt, mi több, akkor itt kell megemlítenem, hogy a Debreceni Egyetemen egy nagyon fontos kutatás eredményeként megállapították, hogy vannak a úgynevezett A1-es és A2-es tehenek, ami a megkülönböztetés azt jelzi, hogy egy beta-kazomorfin 7-es nevezetű vegyület a A1-es tehenekbe képződik, ez a fehérje szerkezet. Ez viszont az emberi emésztés során olyan anyagokat szabadít fel, ami bizonyos embereknél emésztési problémákat és rosszabb esetben gyulladásokat idézhetnek elő. Az A2-es tehenekbe, amit fülporcból meg lehet állapítani, nincs meg ez a fehérje, ami ezt a vegyületet előállítását okozza. Következésképpen azt szabadon lehet az embereknek fogyasztani. Tehát egy szelekcióval igenis még a Holstein Fries teheneket is lehet majd szelektálni arra, hogy A2-es tehenekké váljanak, illetve az A2-es tehéntípus felé szelektálódjanak. Ezáltal a telv tejfogyasztásnak a lehetősége az a kör, aki bízvás nyugodtan fogyaszthatja a tehéntejet, szélesedni fog. Tudjuk jól, hogy a tejbe nagyon sok, nagyon jeles beltartalmi értékkel bíró mikroelem, ásványi anyag van, de ha csak annyit mondok, hogy ott van a laktoferin, ami ma már köztudottan a világban egy nagyon keresett cikk, mert rák megelőző szerepe van, ezt is a tejből vonják ki. Kína például korlátlan mennyiségben importál laktoferint. Tehát a tejfogyasztás, a tejtermékeknek a mind szélesebb körű fogyasztási lehetősége egy nagyon fontos feladat. És lám, ezt magyar kutatók, magyar tudósok fedezték föl. Tehát igenis van lehetősége a magyar állattenyésztésnek olyan új, innovatív szelekciókat, olyan új tenyésztési lehetőségeket megvalósítani, amivel a világ élvonalába tudunk kerülni, és ott meg is tudunk maradni. Ezt célozza az a Magyar Állattenyésztés Szövetség általi elképzelés, hogy
a génomvizsgálatokra a Kaposváron mielőbb egy kutatólaboratórium létrehozása legyen, hogy a génomvizsgálatokra ne kelljen külföldre vinni a magyar egyedeknek a vérmintáit, hogy bizonyítva lehessen, hogy ki ugye a szülője, szülőpár, nagyszülőpár, tehát ugye a vonaltenyésztésnek a bizonyos nomenklatúrába előírt adatai elvégezni, megcsináltatni, hanem igenis Magyarországon fogjuk tudni ezt megvalósítani. Ebbe segítségünkre van értelemszerűen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, mint ötlet szinten, de a kormányzat is, mert a minisztérium is halló fülekkel van ez iránt, és bizony az Magyarországon jelent munkaerőt, Magyarországon jelent ott a kutatóknak újabb fejlődési lehetőséget, és a magyar állattenyésztőknek pedig nem egy pluszköltséget, hogy külföldre vigyék. Így van, tehát itt szakmai összefogásra ösztönöznek, de miként ezt elfogadják egyébként a szakma, tehát a gazdák, illetve azok a tudósok, akik élen járnak ennek megvalósításában? Azt kell mondanom, hogy ez a pandémia azért rávilágította az embereket arra, amíg nem is a hagyományos értelemben szövetkeznek, bár ez is növekszik az elmúlt időszakban, de akár a kormányzati szervek, akár a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, akár a MÁSZ, akár a terméktanácsok soha nem látott egyetértésbe és közös gondolkodásba kezdtek a jövő tekintetébe. Ennek az eredménye azért, ha most egy kicsit beletekintünk azon túl, amivel a beszélgetésünket kezdtük, hogy az osztatlan közösnek ma már jönnek ki a végrehajtási utasításai. Tehát meg fog szűnni a osztatlan közös, milyen régóta vajúdó probléma, hát fogjuk a múltát enni. Nyilvánvaló, hogy ez is ezeknek a szervezeteknek a összefogásán alapszik. És még számtalan dolgot mondhatnék, csak egy pillanatra bele nyúlva. Hát a gazdálkodóknak, a adózási rendjének decemberben megtörtént a megváltoztatása. Soha ilyen mértékű adókedvezményekbe nem részesültek őstermelők családi gazdaságai, és hagyd ne sorolja minden vállalkozási lehetőséget. Ezt tudjuk jól, hogy ebből a székből hányszor említettem, hogy az Agrárgazdasági Kamara törekszik arra, hogy először ugye 100 millió forintuk, utána 10 millió forinti kedvezmény, tehát most az egy gárbevétel volt, a másik pedig adókedvezmény, és bizony sikerült azt a pillanatot kivárni, amikor fogadókészség mutatkozott a kormányzat részéről, hogy ez megvalósuljon. És ha csak következményként a bankoknak a változásait említem, akár most, de 2010 óta, mert ez nagyon lényeges dolog. Hát nézzük meg, hogy a 2008-as ingatlanpiaci, másodlagos ingatlanpiaci válságból induló pénzügyi világválság mit eredményezett? Hát tudjuk jól, és emlékezzünk vissza, hogy azt mondtuk, hogy a növénytermesztésbe még kimennek a bankok. A vegyes gazdaságokba, ahol növénytermesztés és állattenyésztés van, már bizonyos értelemben távolságtartóak, kockázatosabbnak ítélik. Kizárólag állattenyésztő gazdaságokban szinte ki sem mentek, hogy finanszírozzák. Ugye 2010 előttről beszélek, amikor gyakorlatilag a válság idején eljött külföldi tulajdonú bank hozzánk is, és azt mondta, hogy megszüntetem az egész agrár mezőgazdasági portfóliómat, és szó szerint utcára tett bennünket. Ahhoz képest milyen változás van a bankok készsége tekintetébe? Hát dúskálhatnak bizonyos értelemben azok a mezőgazdasági termelők, a legkülönfélébb hitelek közt válogathat, legyen az állattenyésztő, legyen az növénytermesztő, vagy vegyes gazdaság. Tehát ebben lényeges változás történt. Ugye azt tudjuk, hogy a tavaly megszületett állattenyésztési törvény nagyon sokat segített, és ezzel éltek is a gazdák, új lehetőségeket kaptak. Így most már visszatekintve ez
ez már teljes egészében európai út, ha mondhatjuk ezt. Ez abszolút európai út, és lám, az a félelem, hogy itt külföldi tenyésztőszervezetek a multinacionális módszerekkel le fogják törölni a magyar tenyésztést, hát nem következett be. Hát oda tör be a multi, ahol piaci szegmenset lát. Tehát ha a mi tenyésztőszervezeteink erősek, igenis odafigyelnek a legújabb megoldásoknak a megvalósításán, maguk köré tudhatják azokat a fajtáknak a tenyésztőit, akik azzal a fajtával foglalkoznak, akkor az nem fog elmenni sem osztrák, sem német, sem francia tenyésztőszervezethez. Ha valóban szolgáltatnak, valóban új, innovatív tudást adnak át, akkor meg fognak maradni a hazaiba, és akkor a külföldi nem fog rést látni a rendszeren, nem fog ide bejönni azért, hogy egy-két szervezet, egy-két tenyésztőnek külön szervezetet nyisson. De nekünk, ahogy mondtam, a Kárpát-medencei gazdasági térbe van lehetőségünk, és ha nem mi fogjuk azokat a területeket elfoglalni, megvalósítani, akkor meg fogják pont a multinacionális tenyésztőszervezetek, hiszen ott megvan a rés. És sokkal jobb, hogyha határinkon túl is magyar tenyésztés van, és magyar emberek azokkal a innovatív megoldásokkal tudnak találkozni, amit az anyaország biztosít számukra. Egyetértek önnel, azt hiszem, hogy soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy ezek az elképzelések megvalósuljanak, és hát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, önök nagyon sokat tehetnek ezért a szaktárcával együtt nyilvánvalóan. Köszönöm szépen, hogy megosztotta gondolatait velünk, és hát jó munkát kívánok, nincs kétségem felül, lesz dolguk bőven. Köszönöm szépen, sok dolgunk lesz, de a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának az hitvallása, hogy tettük, tesszük és tenni is fogjuk a dolgunkat, mert legfőbb cél a gazda érdeke. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Zászlós Tibor volt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra.